Rasszista, a roma családok kiirtásával fenyegető feliratokat írtak ismeretlenek több házra és kapura a Miskolchoz közeli Forrón. A helyi kisebbségi önkormányzat vezetője szerint ezek a feliratok összefüggnek a néhány hete Miskolcon feltűnt plakátokkal, amelyeket a kanadai követség tetetett ki a városban. Ez a látvány fogadta reggel a Miskolc melletti Forrón élő romákat. Fenyegető szövegekkel firkálták össze a házaikat a faluban mindenfelé. Arra ébredtünk fel, a szomszéd is bejött, felszólított, hogy menjek már, kinézzem meg, hogy mi van a nagykapomra felírva. És az volt felírva, hogy takarodjak a testvérem után, lakatos tívor után Kanadába. Komoly rasszizmus folyik, nem csak ennél háznál, több háznál is volt. Ezek meg vagyunk fenyegetve, itt három kiskorú gyerek van, most az lesz, mint a Társzent Györgyön. Romák és nem romák egyaránt megdöbbentek az ismeretlenek akcióján. Reggel megdöbbentünk, mikor kijöttünk, hogy az egész ház itt a szomszédből össze volt firkálva. Először azt hittem én, hogy csak ilyen gyerek dolog itt a mi oldalunkról nézve, de aztán láttam, hogy bizony végig van, meg más is látta, hogy végig van. Ilyen még itt soha nem volt, mert tényleg itt nekünk egymással, nem szép dolog, hogy ilyet mondok, de cigányok közt lakunk, de soha még ilyen problémánk nem volt. A helyiek biztosak abban, hogy olyanok festették össze a házaikat, akik ismerik őket. Az ügyben a helyi kisebbségi önkormányzat feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.